tudod mi ott. Hagyja? De hát leveszem utána, hát csak persze. A poén kedvéért. Csak esküszöl, csak a poén... Csak a poén kedvéért csinálnál. Na, akkor én kezdem is. De akkor áttérted az anyját. Jó. Sziasztok! Sziasztok! Köszöntünk titeket újra a Zsebi Bonyó csatornán. Zsófi. Ja, kezdjem, hogy én a bemutatkozót. Azért van rajtam maszk, mert 4 hónapja szültem, és vállalhatatlanak, a szemem alatti táskák. És csak így vagyok videóképes, hogy maszkban vagyok. Igen, Zsófi szeret minden időt kihasználni, amikor csak aludhat. Ez jelenthet bármilyen életszituációt. Na de azért is vagyunk most itt, azért leveszem a maszkomat. Igen, azért vagyunk itt, mert egy nagyon jó kis videót találtunk ki nektek. Végre így, hogy együtt vagyunk. Igen, amit már 100 éve szeretnénk leforgatni, és ez egy ilyen partner jóga videó. Kihívás, úgyhogy kiválasztottunk 10 pózt, majd ezt mindig a képernyő alján fogjátok látni, és megpróbáljuk ezeket a pózokat közösen kivitelezni, és majd meglátjuk, hogy mekkora siker. És majd látva a pózokat, egyértelműen én leszek a tartó elem, ugyanis nekem még mama testem és energiám van, főleg ilyen kevés alvásokkal, úgyhogy... De azért megpróbáljuk kihozni a maximumot, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Na, akkor kezdjük az első pózzal. Ez szerintem simán lesz. Először kipéz. Egyen gatyánk van, by the way. Hátunk egyenes? Hát azt nem látom, de van. Taku! Is our back straight? Szerintem ez pontot ér. Yeah. Pont! Oh. Na, okay. Egyből egy. Második. Akkor én vagyok a háromszög. Te vagy a... Hát te akarsz a simán a lefele néző kutya is én. Aha. Jó? Háromszög. Ja, várj, akkor én a kezednél vagyok. A kezednél vagyok, így. És amúgy ebből olyat is láttam. Hogy? Köszönöm. Egyenes vagy? Szerintem igen. És itt veled is láttam, hogy ez... Bárcsak lenne egy tükrű, mert a nyomom, hogy felemeled a kezed. Ó, sima! De jó! De jó! Ezt tettem. Ez egyébként tökény, én nem gondoltam, hogy ezek így mennek. Ez meglepően sima. Na? Jó, a harmadik poz, te vagy a tartó. Én vagyok a tartó, hát szerintem ez igen úgy, hogy te bemész egy dangoldokba, és akkor felemelem a lábadat. Nem? Hát szerintem így. Hoppa, várj, nem készültem fel, ehhez hát, azért kell a hasizmot azért a... Hú, hát pont az a hasizmom, ami nincs. Mert hát akkor lehet fordítva kéne csinálni, mert te tartod a... Fú. Még úgy érzem, mint hogy egy teheret tartani, de hát tudom. Ja, de nem, én nem a bokámnál kell, ők se a bolya, akkor az volt a baj. Ja. Hanem a sípcsontom. Vagy a térdem, ja ott. Jó. Júj! Lehet, hogy te tapkod a... Te rakhatod, hát ne is! Mert szerintem nekem az a nehéz, hogy lenyomod a lábam. Nem, de hogy ne oda rakja, hanem csak a földre. Úgy nem, mert előbb, hát most ennyi adtam, én mire... Az a fel... Simán meg tudtam volna csinálni, de most azért nekem a hasizmó nem ezt olyan... Ezt elfogadjuk. De olyan mindenigen. Jó. Na, a következő... Az a picivel, hogy én ráállok a combba, ez a simán. Ez simán menni fog. Mit fogok én? Hát ezt kezdemet. Hát először foglak itt, állj rá, tehát én ezt. Szerintem inkább a kezemet fog. Vagy így, aha, így est. Várja. Várja. Egy stabil szék. Hát az én nem el simán megy ez, hát... Mert jobban belekereked, jobban belekereked. Jó, hát csak... Oké. Okay. Azon látod, csak hát kell vinni a testvédet. Így ennyi.
Na, ez nem is olyan nehéz. Hú, nem könnyű ám is tartóelemnek lenni. Tudom. Na, ebben sima. Ez gyerekkorunkban apa rengeteget csinálta velünk. Úgyhogy ez sima lesz. Ha már még meg, szerintem olyat is csinálom, hogy a kezedet is elengedem. Jó. Egy kéz. Jó, csak én azzal... Jó, hát ez szerintem ez pontot ér. Jó, na, most kezdődik a trükkös rész. Eddig voltak a bemelegítők, hogy tartasz, de hogy hátulról. Tehát hátrafele kell belemennem. És a csípődnél tartod? A csípő, a derekamnál. Hát vagy így a... mi ez? Kérdőm. Úristen. Várja. Így? Ebbe ki nem nyomja. Jó. Jó, és akkor azt mondja, hogy van a vacsora. Így a keze jól van? Szerintem aha. Voilà! Okay. Na, micsoda tartóelemből. Oh. Szerint látszott a lábad? Szerintem aha. Na. Hú, ez jó volt álltam. Hogy hát, mindig te... Na. Az nagyon durva, de azért meg... Persze, gyere egy kicsit előrém, ott a lábad, hogy... vagy hát felém. És akkor... Le. Fú, hát ez nagyon nehéz. Hát ez lesz ilyen utolsónak kéne. Hát hol a kez? Hát... Nem is ért! Hát figyelj! Ja, de neked ja... Nem, hát ebből neked ki kéne nyomni. Hát én azt még lehet, hogy tudom, csak hogy jött el a lába. Hogy most hogy tartasz a kezed? Hát én szerintem ez egy passzot kérek. Ez too much. Jó, ez még rá visszatérünk a végére, rá, no. De... Ez könnyű, ezzel én is lehetek felső ellen. Na, jó, akkor legyek én. Megy crow pose, mi ez magyarul? Nem tudom. Ja, hát csak nincsen ám alatt elég felület. Vagy rajta. Hát ott itt nyomjál le, ha oda. Ja, hú. Hát... Félek. Az a baj, hogy tök magas... Nem fáj ez? Nem, nyugodtan, nem fáj. Hát nem tudom így felkapni a lábam, mert ezt a földről. Nem tudom, miről félni. Olyan komolyan félek rá. Tényleg nem fáj. Ha ott nyomsz rá, az nem fog fájni, meg azon, hogy tud lefele menni a csípőm. Ilyen magas láttam fel! Feltételezem, nem sikerült! Várj! Ő csak kapd fel! Lakd oldalra akkor a lábad, nem? Oké, próbáld meg te! Nem kell, mert én szerintem csak hát így fogom, tudod, mert így hát én is úgy akarom! Hát, várjál, csinálj! Jó, lehet, hogyha egymás segítbe megcsináljuk az életfont! Seggibe megcsinálom! Mert így, lehet, hogy simán megcsinálni. Menj csajpózba, megpróbálom. De nekem nem elég széles a csipő. Na, hát akkor... De nem volt rajta elég felület. Ja, aha, értem. Látod? Hogy olyan közelnek kell a kezednek lenni, hogy nekem az nem volt elég felület. De várja, de ez nem fáj, ugye? Nem fáj, tényleg nem fáj. Lehet, hogy így valahogy... Ez ott, én sem tudtam felrakni. Jó, hát felhúztam a lábam. Várjál, csinálom egy másik poszt belőle, kinyújtottam a lábam. Wow, ne várj! ez még nehezebb volt. Csináld meg, úgyhogy... Tudom, hogy csinálj, és az ér egy fél pontot. Szerintem mind a ketten, és akkor így... Nem tudom, mit. Két csinálj. Csináld, így, és kinyújtottam a lábam. Az így. Két az volt fél nem, pont. Az, de ez most így... a hátadon. Az van az igazi ez pont. Meg így csináld mögöttem. És de hány előrén. Jó. Na, egy, kettő, három. Jó. Oh. Én elfogadom magunknak.
Akkor még mindig. Nekik ez annyira könyv, ó, hát ez sima. A könyv. De is ja, de ők fordítva csinálják, nézd meg, hogy a fejed fölött van a lábad, de még van jelentősége? Nekem szóval, nem elég a felület. De mondjuk, mert ott azért igen. Még próbáljuk meg még egyszer, hogy arra. Hát most... És vegye minden, igen, én fordulok. Így. Hát persze, meg a seggedre is rá tudom rakni, mert nem tűnik egyszerűnek, de... Fejlenes? Nem, nem tudom. Ez jó. Az, hogy van. Úristen. Hát Fanni, nem már ilyet választottál. Hát de figyelj, ez ugyanolyan, mint a igazából csak tartani kell, csak... Csak... Hát csak tartani kell, tessék. Hát a másik... Ja, de hát ebben hogy mész be? Várj, ezt hagyjuk be. Igen, nem, ott más kérdezik. Nem, jó, az minden. Nem, mert a feje van a karra fedi. Jó? Hagyjuk be, hogy rá tudja meg. Fanni, cseripkája. Ne! Jó? Várja. És hol van a lába? Ja, a más... Mi van? De nem, akkor lejjebb kell. Tehát a valami hát csak se... nekem az a baj, lejjebb nincs lábam. Mármint nem, hanem hogy ne a seggemnél, meg a ja, valahogy így kér. Aha, mert különben tudod a testsúlyomat. Vagy egy kezed. Úristen. Tartalak. Jó. Csak óvatosan tesztelem a vizet. És akkor most mi? Hát nem úgy, ez a fa! Úristen, nem tudom. Ja, fákányban elvegy. Kétlem, hogy sikerült. Kétlem, hogy sikerült, várjál? Fel kell válvelni. Jó, hogy a hátsó lábamat, a hátsó lábadat fogom. Ezt már te onnan. Na. Igen, és a másikat fel kell nyújtanom, és igazából meg vagyunk. Na, tehát de. Ezt fogom. Ja, azt fogod? Igen, és azt... Várjál. És egy kezed szépen, lábamat egyenesen, nyújts, nyújts! Na, jó. Across Sisters. Nem csak cirkuszokban. Cirkuszokban Across Sisters, nem így mondjam, Across Sisters. Jó, az nagyon... Bár egyébként, hát nem tudom. Szerintem ez... Mert igazából ez csak támaszkodok a térbe, de... Jó, addig... Már más pózzal is mondtuk, ó, oh, ó, oh, sima. Én mit fogok? Várjál, a térdet felé vagyok, igazából az egyik lábomat csak... Bocsánat, csak kirakom nagyba. Tehát... Ó, nem á! Ja, hát ennyire, de... ennyire nem fogom tudni feljúzni. Ja, de hát ez majd egy kézadállás. Aha. Jó, hagyjuk. Ne, nem tudtál volna, hogy másik választani tízesnek? Úristen! Hát ez szerintem ezt ilyen izé évek után csinálják. Minden próbálkozás, de egy ezzel fog menni. Legalább próbál. Várjál, nagyon koncentra. Figyelj, ahhoz képest! Egy fél pont, egy ilyen, lehetem még egyszer. Ja, hát mert... Fondi, én félek! Az esélytel, hogy te kinyújtsd a kezedet. Ebben a játékban én mindig egy segg alatt voltam. Ebben a videóban, mert érdekel mindenki szorulásos. Úristen, jó. Jó, majd lepontozzuk saját magunkat. Lepontozzuk saját magunkat, de szerintem első próbálkozásként, és tekintve, hogy a Zsófi 4 hónapja szült. És 4 órát aludt. És 4 órát aludtunk, ahhoz képest nagyon jó. Van még valami, ami van ilyen póz, amit ki akartál próbálni? Szóval oxigén hiányos a fejem. Várjál, nem, én egyébként arra vagyok a legbüszkébb, amikor így ezt a, amikor így voltunk és így behajoltál. Ja. Tehát én nem gondoltam volna, hogy ezt meg ja, tudjuk csinálni. Meg azt az ülőset is. Az ülőset is. Ja. Az ülőset próbáljuk ki még egyszer, nem az nagyon tetszett. Jó, hogy mint jön-e négy, és hogy... Mélyre. Várjál. Nagy, hogy most már fáradok. Ja. Oh!
Így esküszöm, nem voltunk izék, akrobaták. Na, hát akkor ennyit van ez a videó. Remélk is. Reméljük, hogy élveztétek, mondjátok el, hogy mit gondoltok. Ez egy speciális videó, annak örömére, hogy együtt vagyunk. Igen, úgyhogy pontozzatok le minket a kommentben, hogy ti hány pontot adnátok a produkciónkra, vagyunk egy 10-es skálán. Én nagyon büszke vagyok magunkra, de hát szerintem... Hát főleg ennyi alvás után. Ennyi alvás után. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!